1974-ben volt ez az anyag Budapesten kiállítva, aztán egyszer Salgótarjáma, Krakóba, és bekerült, ahogy mondtad, a Fiókba, és sok-sok évtizedig ott pihent, és érdekes körülmények együtt játszása miatt kerültem kapcsolatba, teljesen más ügybe ezzel a múzeummal, és megtetszett ez a terem, és úgy viccesen mondom a igazgató úrnak, hogy mit szólna ahhoz, jövőre itt kiraknánk az őrségi fotóját. És ugye elmélázott egy pillanatra, és azt mondta, hogy rendben van, anélkül, hogy egy felet látott volna. Rábögtünk a térképre, mit tudom én, Kiskunma is, 3 forint volt egy liter benzin, apuka autójába, és lementünk ketten-hárman, és csináltunk képeket. Az őrség téma teljesen máshonnan jött. A Moldova György írónak egy riportkönyvét elolvasva fölkeltette a figyelmemet, és ott voltak illusztrációként képek, és úgy mondom magam, hát ilyet biztos tudnék én is. És megdumáltam a barátokkal, hogy nem egy hétvégére, hanem hosszabb időre menjünk le az őrségbe, és ez így is történt, ha jól emlékszem, 73 tavaszán, és nagyjából ott készültek ezek a képek. Fiatalon, 20 éves korban nem fogtuk fel tulajdonképpen, ezt mai szemmel látom. Akkor ilyen jó pofának tűnt, hogy a Pista bácsinak hiányzik 2 foga az adott képen, és hogy milyen jól néz ki az a rozzant kerítés, optikailag milyen kellemes, de hogy ott emberek élnek, és bütykös kezével vakargatja a répát egy kicsorbult késsel, és ehhez hasonló. Ez akkor felszínesen érintett, tehát nem mentünk a mélyre, ez jóval később, amikor a fotók előhívásra kerültek, és úgy igazából megnéztük, akkor fogtuk fel, hogy milyen kincs van a kerületben. Végül még egy kérdés, hogyha már arról beszéltünk, hogy merre felé járt, Mohácsi születésű, Mohácsi kötődésű. Milyen érzés visszatérni alkalmanként, ha nem is túl sűrűn a városba? Valahol a élet vége felé az ember mindig visszakanyarodik a gyökereihez. Nálam ugyanez van.